Hello! Southportban vagyok, a Gold Coaston, a Lexus Centernél. Lehet, hogy úgy mondjátok, hogy Lexus, de itt Lexusnak hívják. És megint egy incsiklandozó falatot fogok nektek bemutatni, mégpedig ezt a Lexus 500-ast. Úgyhogy ez megint, gyerekek, a top of the range, tehát a legmagasabb kategória, upmarket kategória, azok között is a legjobb 10-be való. Úgyhogy itt is lehet, gyerekek, legeltetni a szemünket. Incsiklandozó darab ez is. Nekem nagyon tetszik, nagyon szép az első grill, az embléma. És az érdekessége az, hogy a grillnek ez a felső fele más mintázatú, mint az alsó. Ezt még így nem láttam. Ez is egy új dolog. Mert hogy ez a jelenlegi modell, vadonatúj. Nézzétek meg a lámpa testet is, micsoda különleges. Úgy néz ki, csak kis apró lámpák, de végül is erőteljesek. Itt van egy kis bordázott léghűtés a fékeknek. Azt írja, hogy automata, és hát a fekete kocsihoz nagyon jól megy a piros bőrülés. A konzol végig megy a egészen hátsó ülésekig. Ami tetszik nekem még különösen, ez a kidomborodó csípő része, hogy úgy mondjam. Ugye ez be tudja fogadni ezt a szép széles, valószínű 19 incses gumikat. Elnézést, 21 incses. Tehát gyönyörű szép. Hát vadonatúj kocsiról van szó, ugye azért, hogy egy egész picit vakrosda van a féktárcsákon, azt megbocsátjuk, mert itt áll biztos pár hete. Úgyhogy gyerekek, ahogy mondtam is, ez a 500-as, az LC 500-as Lexus. Kicsit Porsche-re emlékeztet a hátulja. A japánok mondjuk nem köztudottak, ugye idézőjelbe mondva, arról, hogy ellopják egy-egy nyugat-európai kocsinak a tervezését. De ez az áramvonalas karosszéria nagyon Porsche-s, hogy úgy mondjam. A felnik nikkelezettek, avval együtt nem tudom, hogy alumínium-e, úgyhogy szép, nagyon szép. Itt is van egy hűtőrács a hátsó féknek nyilván. Hát ugye olyasmit nem is kell megemlíteni, hogy a tükörbe van a irányjelző, és becsukódik, amikor bezárod a kocsit. Ez már nem kuriózum, egyszerűbb szedán kocsikban is megvan. A bújtatott ablaktörlő, ugye, hogy ne fogja fel a szelet, ne legyen lég, sima legyen a légeremlás, akkor ilyen shaved, úgy mondják shaved, simára hozott kilincs, ajtókilincs, karosszériával egy vonalban van, úgyhogy minden a sportváltozatot idézi, úgy van megtervezve, nagyon okos. Nézzétek meg újra ezt a széles hátsó részét a karosszériának. Waistline-nak mondják angolul, tehát a csípő vonala, ugye, hogy az emberi testtel összehasonlítsuk. Na most, a fuel consumption, ami ugye a fogyasztást jelenti, azt írja itt, hogy az átlagos, a combined, az 11,6 liter,
országúton 8,2 liter, és hát csak városban 17 liter fölött van. Itt megy egy sportos kollega. Tehát ez, gyerekek, egy benzines, 5 literes automata, kupé, itt írja fölül. Úgyhogy 5 literes, köszönöm szépen, hogy ez egy V8-as lehet, de az is lehet, hogy V12-es. Nézzetek utána a Google-on. Én árat sem tudok most erről mondani, de a szemünket legeltetni, azt tudjuk. És a nyálunk csorog, és nézzétek meg, mibe kerül ez Európában vagy Magyarországon, mert itt biztos 100 ezer dollár fölött van, 120 ezerre satszolom. Úgyhogy ennyit a Lexus 500-ról, amit most nagyon örömmel mutattam be nektek, remélem érdekelt a videó, ha tetszett, jelöljetek meg, lájkoljatok, és legközelebb újra találkozunk. Köszi szépen, sziasztok!